Szevasztok, itt Popet, és jelentkezem a második BL meccsel. A Dortmunddal vagyunk, ugye ők lesznek a hazaiak, és tudjuk, hogy Götze átment a Bayernhez, de ezt most hanyagoljuk, és szerintem egy olyan... Ne akarok jósatokba bocsátkozni, de a Dortmund az olyan 1-0-2-1 eredménnyel talán tud nyerni a hazai pályáján. Én nem sikerült eldugni Ramos elől. És ez szerintem Weiden felleré. Jó. Szépen, lassan, megfontoltan. Megtámadják. Alonso. Özil. Áj, hogy elmentél ott. Hoppá, egyszer csak rendületbe jött a Real Madrid. Hogy támadnak? Lúgd már föl, hát Özil, ki az te? Kérdés, hogy mi történik ma Borussia Dortmunddal, mert ez egy olyan mérkőzés, ahol elvileg bármének történik. Igen, nagyon trükkös találkozónak tűnik, azért a Borussia Dortmunddal... Humász, legalább te ott vagy. De passzolni, még te se tudsz lenni, sem. Vidd még rá egy passzolni, most indíts. De hova lősz? Hát komolyan? Aj. Jön a Real Madrid bedobása. Ne csúszva szerezne labdát. Van helye beadni. És pont itt. És a kapus véd. Hajítsd ki. Fantasztikus passz. Azért az életben nem lősz gólt nekem. Azt most megmondom. Most aztán indulhat az ellentám. Na Götze. Pont be kell szaggatnod, te köcsög! A szart csináltok! No, most egy jó kis kontratámadás. Valaki fusson már be középen, hát. Azt nézi, hogy onnan el tudja majd lőni. Hát ezt elkiabáltam a támadás. Na, kicsit. Egy kicsit valamit vétsünk már ezzel a bandával. Mondjuk úgy, hogy változtatunk az alakzaton egy két csatárdos felállásnak, mondjuk. Hogy legyen 4-4-2, vagy 4-3-3 támadó, ez így. Ez így jó, csak a két szélsőt kell egy kicsit kijebb vinni. Meg hol van még Gündogant. És kijebb egy kicsit, és egyelőre. Oké. Okay. És akkor mentsük egyénibe. És akkor felállás nézzük. Tökéletes talán. És akkor Rajsz és Götze. Götze középen, Lewandowski középen. Jó, menjük, csapassuk tovább. Elfajt, az ellenféli a labda. A Real Madrid és a támadó futball rokon fogalmak. De jó, hogy sose fut senki középen. De ne szaggass meg! Na, elindítottam újra a felvételt. Lépjél be elé, mikor velem vagy. És felsődés. Pedig látod, hogy nem tudta, beesett volna oda. Szedd össze! Jó. Kiel. Hihetetlen volt, nem? Ez is szép támadás lett volna. Gyors reflexek,
láthatatlanak a mai futballban. Becsúszó szerelésre kerül sor. Az lesz. Jó. Úgy tűnik lesz volt. Mondtam, hogy az életben nem lősz gólt. Özil. Talán a lövést pontolgatja? Ennyit erről a támadásnak vége. Valaki robbanjon már be ott. Majdnem. Egyet lőnünk kell. Nem tudom megfogalmazni, hogy melyik csapat az esélyesebb a mai napon. Hát szerintem is ugyanolyan erejű csapatok néznek szembe egymással. Nehéz meg. Hát ezt kiháromszögezték. Csapattársa balról érkezik. Jó átadás. Mi az, hogy ráfejeli? Itt az újabb védés. Jó, ezt meg kimákoltuk. Hogy nem bíz elég nagyot dobni. Azaz. Még azt hittem, hogy védett Weiden felle, de... Smelt el. Aj, hogy rám zárt három védővel. Így gyors számolásban volt három védő. Szóval lehet, hogy mi is állítunk itt valamit. Mondjuk behozzuk Bendet, talán. Oda a kél helyére. Folyamodik a tréner, a cserével talán sikerült dűlőre vinni a dolgot. Jó, vidd! Ott megy szélen. Kivédte, de nem fogta meg! Na most könnyen... Ajj, götze! Nem kétséges, hogy melyik csapat szeretne elmozdulni a döntetlenről. De kár érte! Benzema. És egy becsúszás. Jó passz. Mondtam, hogy neked itt zárt kapuk vannak. Zárkóznak a többiek. És hogy nem bír elég gyorsan passzolni, mert mire odaérne a labda, addigra visszazár egész védelem. Egy emberre megy mind a négy. Jól van, Götze, benned legalább lehet bízni. A várt beadás! Leincsött senki, mintha kurva dobta volna a labdát. No, mi lesz ebben? Azaz, Blaszczykowski! Átverekedte magát szó szerint a védelmen. És oda lőtt a rövidbe. Jó, vidd. Baj, Rajsz, majd nem elhoztad. Ez meg egy becsúszó szerelés. Özil. De neked majdnem hosszabb lett a lábad. Nem igaz, hogy nem bírtad levenni mellel. Kicsit hátrébb és simán le tudod venni. Labda birtoklás az majdnem egyenlő. És nem igaz, hogy nem bírod elvinni ott. És most ellentámadásba lendülnek. Remek lehetőség. És Lewandowski. És bejutott. Parád és befejezés, ami nem kis részben a fontos. Hú, Casillas majdnem átment. Majdnem megfogta, de átment a labda a fölött. Egyáltalán nem unalmasak. És erről elsősorban a Borussia Dortmund gondoskodott remek játékával. És Casillas meg se érezte, hogy belementek a
hogy a gyomorszájuk közelében megfejelte valaki. Á, ő kemény srác, kibírja. Piszcsek! Az de szép! És most meddig mi kontrázhatunk? Fusz, fuss, fuss, fuss. Bender, hát. Jó, de most pedig takarítónőt játszik. Végre lehozzák. Fogadjunk, hogy Modric vagy Kaká. Kajéhon, akkor csatát hoz. Ott Lewandowski-t lebítkozták, de senkit ne zavarjon. Nehogy már most használd a sípodat. Meg kellene emelni a kis kezedet. Valaki lökje már fel, vagy... Mended, akkor menjél te! Ez az! Behúztuk! Szép volt, fiú! 2-0-ra megnyertük! Köszönöm a figyelmet! Popet voltam! Szevasztok!